Jó estét kívánok a kedves nézőknek, ez a TV2040 sportmagazinja, az itt szerén Eldézsi Zoltán vagyok. Néhány nappal ezelőtt fantasztikus sikert értek el női kézilabdázóink, hiszen a válogatott kivívta az olimpiai részvétel jogát. A sikernek budaörsi részesei is voltak, mindjárt mutatjuk, hogy kik és hogyan. Néhány nappal ezelőtt Debrecenben óriási sikert ért el a magyar női kézilabda válogatott. Mivel az olimpiai selejtezőn minden ellenfelét megverte, kijutott a párizsi ötkarikás játékokra. Amieinknek nem tudtak ellenállni sem a svédek, sem a japánok, sem az angolok. A sikernek több budaörsi vonatkozása is van. A Moira Budaörs handball játékosa debreceni Krivinyi Kinga minden mérkőzésen játszott. A másik budaörsi vonatkozás pedig az, hogy Hornyák Ágnes a svédek elleni találkozón az M4 szakkommentátora volt. Mi lehet akkor a cél? A cél mindenképpen jó játék, és egy kicsit is van esély arra, és látjuk, hogy a svédeknek ezen a napon nem megy a játék, és van esélyünk a győzelemre és megvenni őket, hiszen erre már volt példa, ahogy mutattátok, akkor minden erőbedobással azon kell lennünk, hogy ezt a mérkőzést megnyerjük, hiszen erődemonstráció szempontjából sem mindegy, ha tudnánk ma nyerni. Debreceni Krivinyi Kinga még szabadságát tölti a nagy mérkőzések után, de Ági szívesen állt rendelkezésünkre. Igen, ilyen nagy rendezvényen most debütáltam először, volt már elő életem, a M4 sportnál már régóta szakkommentátorkodom, és a stúdióban is szoktam szakérteni. Nagyon jó érzés volt, főleg, hogy a helyszínen és nem stúdióban ültünk Budapesten. Mióta abba hagytam a kézilabdát, azóta ez volt az első olyan mérkőzés, amit annyira át tudtam élni, hogy szinte libabőrös voltam. Azért, mert annyira a pályán érezted magad, vagy éppen ellenkezőleg azért, mert annyira jó volt a közönség, hogy a közönség egy tagjának érezted magad? Elsősorban a közönség olyan hangulatot csinált a helyszínen, és a lányoknak a hozzáállása, a mérkőzésnek az alakulása, és maga az atmoszféra, minden, ami ott volt, az vitt magával. Jó ötlet volt ezek szerint Debrecenbe vinni ezt az olimpiai selejtezőt? Hát így visszagondolva igen, az elején még furcsáltam, hiszen azt hittem, hogy nem sok ember fog leutazni emiatt, hiszen messze van, nagy a távolság, és a jegyárak is egy picit drágák voltak, de az, hogy az utolsó vasárnapi napon teltház volt, az felettetett mindent, és nagyon hálásak lehetünk a közönségnek. Nem sajnáltad egy kicsit magad, hogy nem vagy már a pályán? Hát én már nagyon öreg lennék oda, úgyhogy egyáltalán nem. Együtt éltem a lányokkal, és örültem a sikernek. Szerencsés vagyok, hiszen elmondhatom, hogy én részese voltam egy olimpiának, tudom, miről szól, tudom, mi vár rájuk. Úgyhogy én csak azt kívántam az elejét, hogy élje meg minden sportoló, és ezt is kívánom minden fiatalnak, hogy ezt tűzze ki célnak maga elé. Te meg tudtad már fejteni, hogy mi volt az oka annak, hogy gyakorlatilag simán, hiszen egyszer sem vezettek, meg tudtuk venni nagy ellenfél svédeket? A mérkőzés kezdete, mindent megadta hangulatot. Amilyen agresszíven elkezdtünk védekezni, és magabiztosak voltunk, mindig azt mondják, hogy egy jó védekezéssel elkezdhetjük a mérkőzést, meg egy jó kapussal. Hát nekünk ezen a napon minden adatot, és ez olyan önbizalmat adott, hogy a támadó játékunk is eredményes volt, és teljesen elvettük a svédeknek az önbizalmát. Ezek után most egy olyan helyzetben vagyunk, ami 20 éve nem fordult elő, hogy a női és a férfi válogatott is kézilabdáról beszélünk. Természetesen ott lesz az olimpián. Mekkora dolog ez? Hát ez egy hatalmas dolog a kézilabdának, mint a szurkolóknak, mint pedig az összes utánpótlás gyereknek, aki Magyarországon labdát fog és kézilabdát szeretne lenni. Szóval ilyen mérkőzések után nagyon sok gyerek mondja azt otthon, hogy igen, én is kézilabdát szeretnék lenni, és igen, én is szeretnék kijutni egy olimpiára. Na most melyik a magyar női kézilabda válogatott igazi énje? Az, amelyik nagyon sok góllal kikap a norvégoktól, vagy az, amelyik simán megveri a norvégoktól nem messze lévő svédeket? Azt kell mondjam, hogy mind a kettő, hiszen női kézilabdában szülünk és nőkről. Mind a két arcukat tudják mutatni, de az, hogy 3 napig tudták egy arcukat mutatni, ez már hatalmas fejlődés, és az a norvégok elleni mérkőzésnek nem volt tétje, ezt is mondhatni, senki nem akart megsérülni, és már fejbe szerintem mindenki az olimpiai selejtezőn volt, és erre mondják még, hogy mindig akkor kell kijönni a formának, amikor szükség van rá, hát ezt most a Vova nagyon jól időzítette. És hogy el ne felejtsük, ennek a hatalmas sikernek van egy budaörsi részese is, debreceni Krivinyi Kinga, ugye a Moira Budaörs handball játékosa. Ő miért nyújtott ott Debrecenben?
Nagyon nagy teljesítmény nyújtott, alapember volt, csereként állt be minden mérkőzésen, pont akkor, mikor kezdett egy kicsit lengedni a csapat, és mindig át tudta lendíteni a mélyponton a csapatot, nagyon fontos gólokat lőtt, nagyon sok gólpaszt adott, úgyhogy ő, mint tyúkanyó, nagyon sokat hozzátott a Bödebíró Blankával együtt. Mire számíthatunk a lányoktól és a fiúktól az olimpián, hiszen evés közben jön meg az étvágy, most már újabb terveink vannak. Igen, tudjuk, hogy az olimpián nem sok csapat fog indulni, szóval ha a csoportból tovább jutsz, akkor elsősorban a keresztbeverés mérkőzés a legfontosabb az olimpián, hiszen ha azt megnyered, akkor már nagyon jó helyezést érsz el, nagyon jó csapatok lesznek kint, de ha a lányok ezt az arcukat fogják mutatni, amit ebbe a három napba, akkor nincs olyan ellenfél szerintem, aki sarokba tudna minket szorítani. Hát a fiúknak már nehezebb dolgok lesz, de nekik is láttuk azt az arcukat, hiszen olyan csapategységet tudnak alkotni, és annyira tudnak küzdeni, hogy lehet, hogy most ők lesznek a meglepetés csapat ezen az olimpián a férfi kézilabdába. Szerinted ez azt jelenti, hogy mindkét csapatunk kijutott, hogy kezdődik a kézilabdában egy új időszámítás, de úgy is mondhatnám, hogy visszajön a régi időszámítás, amikor még számítottunk a világban? Remélem, és bízom benne, hiszen most megint egy garnitúra ki fog öregedni, gondolunk akár a norvégokra, hiszen már több olyan játékos van, aki már bejelentette, hogy visszavonul, és az olimpia után a magánéletet fog erősíteni, ezért több erősebb válogatott is cserélődni fog, mi pedig egy fiatal válogatott találtunk ki, amire mondhatjuk azt, hogy előttünk még a jövő, és van idejük összecsiszolódni. Na még egy dolog ugye mögötted, hogy ne csak a válogatottról beszéljünk, hanem, hogy is fogalmazok, tehát abban a munkakörödben is kérdezzelek, ami elsősorban vagy mégis az utánpótlásért felelsz. Na mi újság van most itt a Minimanók házatáján nálatok? Hát a Minimanók, hál' Istennek, ahogy látod, egyre többen vannak, és egyre jobb munkát végeznek. A suli programnak köszönhetően idén is nagyon sok gyerek jött be, a kicsiktől elkezdve szeretne kézilabdás lenni. A nagyobb korosztályokban pedig óriási eredményeket érünk ki, hiszen a serdülő játékosaink még lehet játszhatnak Final Four-ba. Az ifi lányok eddig az előző évek legjobb eredményét érik el, az U15-ös lányaink a felsőházba éremesélyesek, úgyhogy mondhatni, hogy szinte minden korosztályba felülmúljuk az előző évek eredményeit. Mekkora szereped van ebben neked, mint utánpótlás vezetőnek? Ebben az edzőknek van nagyon nagy szerepe, és ugyanúgy a játékosoknak és a szülőknek, akik támogatnak minket, úgyhogy elkezdtünk egy munkát, nagyon jó úton haladunk, meglátjuk, hogy mi lesz belőle, és hány budaörsi gyereket tudunk kinevelni, aki a jövőbe itt az NB1-es mérkőzéseken fog kapni lehetőséget. Nagyon bízunk benne, hogy a magyar férfi és női válogatott egyaránt sikeres lesz az olimpián, és nagyon bízunk abban, hogy debreceni Klivinyi Kingának, a Moira Budaörsi handball játékosának komoly szerepe lesz a sikerekben. Most pedig váltsunk sportágat, és következzen egy másik labdajáték, a röplabda. Mondhatnám, hogy különösen mozgalmas nap ez a BDSR röplabda szakosztályának életében, de nem mondanék igazat. Ez ugyanis egy teljesen átlagos nap. Az IS gimnázium csarnoka ketté osztva, mindkét térfélen dolgoznak a röplabdások. Mi most a 13 évesek munkájába pillanthatunk bele, az edzést a szakosztály vezető Dezső Béla irányítja. Mit tud ez a korosztály, mi mindent kell már tudni egy ilyenkorú röplabdázónak? Hát ugye egyre szebben kellene megmutatni a kosár és alkarérintéseket, kellene, hogy kommunikáljanak egymással, fontos nyilván, hogy átnyissák a túloldalra a labdát, hiszen ezzel kezdődik a játék, aztán ugye azt be kell fogadni, tehát valami összjátéknak már kell lenni, és a magas röplabdából, amik itt jellemzően meg kell, hogy jelenjenek alapok, azokat kell minél stabilabban elsajátítani. De azt nézem, hogy ők azért még tényleg játéknak fogják fel ezt az egészet. Én szeretném, hogyha minél tovább annak fognák fel, hiszen mégiscsak ez játék, és előrébb van a játék, és csak utána van az eredményesség. Ha ezt jól tudjuk majd kezelni az évek során, akkor ebből lehet majd valami nagyon szép eredmény. De ha már az eredményességről beszéltél, azért ezek a lányok már kőkeményen versenyeznek is, és ráadásul eredményeik is vannak. Igen, ugye a nemzeti bajnokságokban, utánpótlás bajnokságban szerepelnek, van, aki még visszajátszik az U11-be, hiszen ugye mondtam, van egy 11 éves kislány, van, aki U12 és van, aki U13, azért az őme az U13, ők a másodosztályban vannak,
de azt kell tudni, hogy az első osztály az olyan 9 csapat, a másodosztályban már van korosztálytól függően 2 vagy 3 csoport is, és van harmad és negyed osztály. Úgy tudom talán ezt jobban érzékeltetni, hogy amikor elindult a látványcsapat sport támogatása röplabdába, akkor volt egy a szűk 101-esület, most szűk 200 van. Akkor egyre nehezebb jó eredményt elérni, és azért 200-ból mondjuk az első 15-ben lenni, az szerintem nem rossz. Mindenképpen egy komoly eredmény, tehát nagyon sokat kell ahhoz dolgozni, hogy oda el lehessen jutni. Neked mennyi hangod marad ilyenkor estére, mert itt figyeltem, ahogy tartod az edzést, azért nem kiabálnod kell, de semmiféleképpen sem folytott hangon beszélni. Hát azt remélem, hogy néhány év vagy évtized edzősködés és testnevelői szakma után azért már megvan az a technika, amivel tudom tartani. Nem szoktam berekedni, nem emlékszem, hogy mikor volt utoljára, hogy berekedtem. Beszéljünk egy kicsit a felnőttekről is, bár most a fiatalokat látjuk a hátad mögött. Hogy áll a nagy csapat? Ahhoz képest, ahogy évelején terveztük, ahhoz képest jobban áll a csapat. Ahhoz képest, hogy mit mutatott a bajnokság elindulásánál, ahhoz képest egy picikét hátrébb vagyunk, de ennek jellemzően betegségek, sérülések az okai. Most jelen pillanatban 7-ek vagyunk. Azt tűztük ki célul, mert folyamatos fiatalitás van, és azért azt is kell tudni, hogy elég komoly támogatás érkezik a sportágba 2017 óta. De változatlan. Miközben ugye az infláció következménye már nem ugyanaz, amit ebből meg lehet valósítani. Tehát azért vannak nehézségek a csapatoknál, látjuk is, hogy vannak olyan akár nagyon komoly nagy csapatok, akik a legmagasabb szinten extraligában voltak, ma már mondjuk az NB2-es korosztályban játszanak tovább. Tehát ebben a gazdasági környezetben az volt a cél, hogy nyilván minden bajnokságnál szeretnénk bajnokságot nyerni. De a reális cél az, hogy bent tudjuk maradni, hiszen továbbra is az egyik legfiatalabb csapat vagyunk. De amikor elindultak az első mérkőzések, jöttek olyan eredmények, ahol egy mostani harmadik helyzettel is tudtunk egy 3-2-es mérkőzést játszani. Tehát nem volt irreális azt gondolni, ha tudunk így tovább menni, és azt a fejlődés utat be tudjuk járni, mint a korábbi években, akkor újra ott lehetünk, hogy akár bekerülhetünk a 4 közé is. Ez nem sikerült, tehát kifejezetten jó vagy meghatározó játékosok sérültek le, például többek között a csapatkapitányunk, és ebből van olyan, ami nem edzésen vagy mérkőzésen történt, és van, ami egy teljesen szerencsétlen banális mozdulatnál. Így most a 7. helyen várjuk az 5-8 közötti helyosztó mérkőzéseit. De azért a stabil bennmaradást jelent. Az már megvan, a bennmaradás megvan, már építkezünk is a következő évre. Nyilván megpróbálunk itt is minél erről végezni, de van úgy, hogy ki tudunk állni. A helyzet tehát nem könnyű, hiszen ahogy hallhatták a szakosztály vezetőtől, néha épp hogy csak megvan a felnőtt csapat. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy az utánpótlás nevelés viszont országos szinten is kiemelkedő Budaörsön, így ha nagyon muszáj, akkor a felnőttek közé mindig be tud ugrani egy-két saját nevelésű utánpótlás korú játékos is. Nem is tagadom, hogy imádok a budaörsi dzsúdósokkal, dzsúdósoknál forgatni, több okból is. Egyrészt az a kis edzőterem semmihez sem hasonlítható illattal rendelkezik, úgy jó beleszívni a levegőbe. Aztán ott van az a sok fantasztikus kis dzsúdós palánta, meg néha felnőtt dzsúdós, és természetesen ott van a mester is, akinek pontosan azon a napon volt a születésnapja, amikor meglátogattuk őket, úgyhogy most ez a riport következik, aztán pedig már előre szólok, itt lesz Sós Ferenc, az Aramis-ese elnöke, és NB1-es futszál csapatunk mindennapjairól fogunk beszélgetni. Könnyed Fogócska vezeti be az ifjú dzsúdósok kemény edzését, s míg ők játszanak, a riporternek sikerül némiképp meglepnie a mestert. Olyannal kezdem a beszélgetést, amit veled még sosem, hát Isten éltessen sokáig, mert ma van a születésnapod. Én köszönöm szépen, tényleg így van. Hanyadik? 55-ös. Az nem olyan sok, még hogyan telik? Hát most látom, hogy munkával. Igen, reggeltől estig a munkával, de nem baj, ez így a jó. Mindig így ünnepled, vagy azért van, amikor van egy kis szabadidő is? Hát, ha éppen születésnapra munkanap esik, akkor így ünneplem.
Kik vannak most a hátad mögött, melyik korosztály? Hát most egy versenyzéshez előkészítő kis tanfolyamos csoportunk, egy nagyon ügyes kis csoport. Éppen tegnap versenyen voltunk velük Nagykörösön. Egy ilyen kis tanfolyamosoknak rendezett kis edzésnek nevezhető inkább, kis küzdelmi edzés, és nagyon ügyesen szerepeltek a srácok. A gyerekek élvezik azt, amikor elmehetnek versenyre? Ez a csoport most nagyon élvezte, igen. A csoportnak a nagy része az nem kellett rábeszélni őket, ők jöttek szépen és akartak. De hosszú idők óta küzdködünk ezzel a problémával, hogy nem nagyon akarnak versenyezni a gyerekek. Mi lehet ennek az oka? Amikor én gyerek voltam, emlékszem, hogy alig vártuk a vasárnapokat, amikor beültettek bennünket a robur típusú, nem tudom milyen autóba, és azzal elmentünk valahova birkózni egy jót. Igen, hát nem is kell annyira visszamenni, ugye a Bence fiam, aki edző kollégám is most, az ő korában is még ez így működött, hogy meg voltak vadulva, hogy versenyre menjünk. De hát most egy kicsit nehezebb, nem tudom, hogy mi az oka. Na, talán majd változik, de legalább most a gyerekek megmutathatták magukat, és készültök most egy olyan eseményre, ahol az egész szakosztály megmutatja majd magát. Mit lehet már erről tudni? A szakosztályunk évről évre csinál egy kis bemutató jellegű edzést, amit judónapnak nevezünk. Ez május 11-én lesz itt a Nagysportcsarnokban, és az összes, az óvodástól a felnőtt versenyzőnkig ide mindenkit meghívunk. Kis edzés az ovisoknak, egy kis edzés a tanfolyamosoknak, egy kis versenyzés, kis házi verseny. Ezt szokták szeretni. Itt ennek az a jelentősége, hogy a szülők, nagyszülők ilyenkor be tudnak jönni, mert ugye nem minden helyszínünk alkalmas arra, hogy megnézzék az edzéseket a szülők, és szeretnék tudni, hogy mit csinálnak végül is a gyerekek. Ez pedig erre tökéletesen alkalmas, és hát persze természetesen várunk más érdeklődőket is. Egyébként milyen feladatok előtt álltok, akár felnőtt szinten is? Van visszatérő versenyzünk, 100 kilóba Ohádzalán, vele világkupára készülünk olimpiai megmérettetése is, remélhetőleg ott leszünk az olimpián Ungvári Attila személyével. Úgyhogy egyelőre ezek a fő feladatok, a további, a gyerekekkel a munka az folyamatos, versenyekre készülés, illetve akik nem szeretnének versenyezni, azokkal pedig a hobbi szintű judó. Ugye Ungvári Attila annak az Ungvári Miklósnak az édes testvére, aki annak idején olimpiai ezüstérmes lett, és az én szívem szerint ő olimpiai bajnok is lett, mert hogy meggyőződésem, hogy elvették tőle, de mindegy, ez már a múlt. Attilának is van bármilyenre esélye, vagy nála azért ilyen magas szinten ne gondolkodjunk? Bízunk benne, most jelenleg ugye a judóban a világranglista, illetve az olimpiai ranglista alapján tudnak kijutni, és jelenleg ő kiutó helyen van, most a jövő hétvégén lesz az Európa-bajnokság, a felnőtt EB. Reméljük, hogy itt megerősíti a pozícióját, illetve az olimpiai részét, erre való kvalifikációját. Egy Ungvárinak lehet bármit mondani azért? Most ezt komolyan kérdezem, mint edzőt kérdezlek, hogy itt Budaörsön mit tudunk adni egy ilyen neves család, ilyen neves sportolójának? Hát ugye ő egy kész versenyzőként érkezett hozzánk, ő nála egy kicsit más a helyzet, mint amikor mi nevelünk ki valakit. Hát igen, ő neki már nehezebb, ő egy teljesen kész versenyző. De természetesen azért nyilván jó tanácsokkal lehet ellátni. Na akkor térjünk vissza a mögötted látható fiatalokhoz. Azért a te szakmai szemed már nyilván felmérte, hogy ebből a 15-16 srácból mennyi lehet majd később igazi judózó. Ez a csoportunk tényleg egy nagyon jó kis, jól haladós, két éve vannak a kezeim alatt, és edzésről edzésre tudunk újakat tanulni, mert nagyon jól veszik az akadályokat. Én bízom benne, hogy ők azért diák és serdülő, és illetve följebb még ifi junior versenyzőként is megmaradnak majd nálunk. És mit kell ahhoz tenni? Te nem látod, de én a hátad mögött azért figyelem, hogy ők folyamatosan sportolnak, tehát nem lazázzák el ezt, hogy éppen nem tudsz rájuk figyelni. Szóval mit kellett tenni, hogy ők ilyen lelkesek legyenek? Hát ugye, hogy mondtam, hogy ők már második éve, van, aki már harmadik éve van a kezeim alatt, és ők már ismerik a rendet, hogy azért itt nem lehet nagyon lazsálni. A
Ahogy a műsor elején ígértem, itt van a stúdiónkban Sós Ferenc, aki az Aramis vezetőjeként sok-sok éve már, ha mondhatom, hogy munkatársak vagyunk tulajdonképpen, mert ugye az első Aramis közvetítést annak idején itt a televízióban, illetve ennek elődjében együtt csináltuk, te voltál a szakkommentátor, én pedig a kommentátor, és hát az egy nagy-nagy élmény volt nekem, mert hogy futcát sok év után láttam akkor először. Na de azóta viszont nagyon sűrűn találkozunk, olyannyira, hogy jövő héten két meccseteket is közvetítjük majd élőben. Úgyhogy ilyen közhelyszerű kérdéssel hadd kezdjem, mi újság van az Aramis házatáján? Hát köszönöm szépen, hogy újra itt lehetek. Hát kilábaltunk a hullámvölgyből, ami egész mélyen volt. Két meccset itthon nagyon csúnyán elszúrtunk. És most újra felálltunk, újra kicsit beszéltünk a fejekkel, edzéseken beleálltak a munkába. Úgyhogy most itt állunk, és sokkal közelebb vagyunk a bennmaradáshoz, mint a kieséshez. Sajnos ezt kellett mondanom, de most egyre jobban vagyunk, hál' Isten, köszönöm szépen. Mert hogy ugye az a bajnoki rendszer az NB1-ben, a futsalban, hogy az alapszakasz után egy oda-vissza kör után van egy felsőház és egy alsóház, és nyilván az alsóházból, ahova az idén az Aramis került, ki is lehet esni. Ugye a tavalyi év az nagyon jól sikerült, akkor felsőházas volt a csapat. Most mi történt, miért nem sikerült odáig eljutni? Feljöttek azok a csapatok is, ugye akár a Nyírbátor, akár a Debrecen, akik igen megnehezítik. A Pécs, ugye ők ugyanaz alsóházba szoronganak, és azért emelem ki a Pécset, mert sajnos kétszer megvertek. Három volt. És egyszer x-eltünk, és ezek a csapatok ugye sokkal jobban feljöttek, mint ahogy mi próbáltunk előrébb menni. Mi egy kicsit úgy stagnáltunk, és sajnos ezek az apró pontvesztések, 2-3 pont különbség volt, hogy nem a felsőházba kerültünk. Tehát nagyon szoros volt a 2-3 csapat közt az a rivalizálás, hogy ki jut fel a felsőházba. Ott volt a Nyírbátor, a Debrecen, mi. A Debrecen oda került, Nyírbátorral maradtunk lent, és ugye a csapatot is rosszul érintette, jól mentünk bele az alsóházasba, rájátszásba, utána jött nagyon két komoly vereség, meg X, ami egy kicsit úgy megérintett mindenkit, vezetőséget, játékosokat. Most, hogy kifogásokat persze lehet, hogy betegek voltak, most jöttek vissza, nem úgy tudtunk készülni, de az Aramis az az Aramis, tehát hogyha ismer mi minket, a fiataloknak kell játszani, a fiataloknak kell úgymond úgy beszállni a játékba, hogy igenis ezekkel a csapatokkal úgymond kiki meccsen azért a győzelem az elég fontos. Ugye közelít a bajnokság a végéhez, most már azért azt ki lehet jelenteni, hogy bent marad az Aramis az NB1-ben? Igen, most már azért ki lehet jelenteni. Még az van három mérkőzés, az MFA, következőre jön a Nyírbátor, de két hazai, nagyon készülünk rá, és abból ha egyet nyerünk, az már biztos, de szeretnénk mind a kettőt megjelni, és az utolsó meccs a Pécs, aki addig milyen eredményeket hoz, de szeretnénk behúzni azt is. Hát akkor ebből lehet a felsőház alatti első hely is, hogyha jól sikerül a végjáték. Az már nem, a második, mert a Nyírbától már nagyon elszállt, ugye ők minden meccsüket hozták. Nagyon rendben voltak a rájátszásra, úgyhogy minden zokszó nélkül nagyon kiemelkedően, azt mondom, az alsóházból ők kiemelkedően. Az utolsó magunkat is beleért, az öt csapat azok ilyen hullámzók voltak nagyon. És ennek köszönhetően ugye még izgulnunk is kellett, hogy esetleg nehogy oda kerüljünk arra a bizonyos vonal alá. Azt hiszem, hogy egy jó másfél évvel ezelőtt beszélgettünk egyszer arról, hogy a klub elhatározott célja, hogy még tovább fiatalítson. És hát ez meg is valósult, ezt láttuk az idei szezonban. Hogyan látod, hogyan váltak be ezek a fiatalok, azt is ide számítva, hogy közülük sokan itt az Aramisban kezdtek el futballozni, tehát ha úgy tetszik, saját nevelésű játékosokról van szó. Hát tavaly nagyon bizakodóbb voltam, mint idén. Megadtuk a lehetőséget újra a fiataloknak, de úgymond nem tudom, mi az oka, nem mondhatom, hogy gyengült, de egy kicsit talán hígult a mezőny, és nem úgy kerültek föl az utánpótlás nevelési játékosok, hogy már minimálisat kellett rajtuk úgymond finomítani, hanem most nagyon sokat kell finomítani. És a tanulásnak is köszönhető, ugye készülnek az érettségire, készülnek arra, ilyen vizsgák, olyan vizsgák, sokkal lassabban tudtuk beépíteni őket. És sajnos akiknek bizalmat adtunk, nem mindenki élt,
hanem egy kicsit úgy is itt vagyok, meg úgyis ez a korosztály, meg majd úgy is kell, hogy játszak, mert úgyis itt van, mert nekem játszanom kell, mert ugye a szabály azt mondja ki, hogy ennyi fiatalt kell játszatni, meg annyit. Itt érzek egy kicsit úgy elkeseredést, és nem jó szájízem van, de hál' Isten azért vannak olyan fiatalok még ez mellett, akik igenis bele szeretnének állni, igenis. Sokkal fiatalabbak, mint akiket fölvittünk a tavalyi U20-ból, és oda szeretnének jutni, és kopogtatnak. És hál' Isten nagyon kellemesen ott vannak, és kellemes csalódás, hogy akarják ezt az egészet. Mi kellene ahhoz, nyilván a pénz, de most azon túl, hogy azok a nagyon tehetséges fiatalok, akiket évről évre kinevel az Aramis, mert itt most már évtizedekre visszamenően beszélhetünk arról, hogy minden generációból följön legalább 2-3 olyan játékos, aki később stabil NB1-es, netán válogatott játékos lesz. Szóval mi kellene, hogy ezek a kiváló tehetségű fiatalok itt maradjanak, és felnőtt korukban is, mondjuk a legjobb korban, 25-28 éves korukban is erősítsék az Aramiszt? Hát ugye elmondtad, hogy a pénz mindenáron, és vannak olyan butitások a mai világban már, hogy ezt ígérek, azt ígérek, meg mindenki megváltozik, és nagyon, és te lesz a legjobb, és sajnos ki kell térnem arra, hogy innen elmegy, és hú, most ő profi, és hogy hú, de a klubcsapatában alig-alig, de válogatott. Mm-hmm. Tehát ezek ilyen szörnyű dolgok már sajnos a mai labdarúgásra, mondom, mert ezekkel a fiatal szabályokkal, ami nem baj, mert jó, csak nem mindig jó az alany. És ők már egy kicsit nagyobbat gondolnak, mint ahova tartoznának. Nincs meg a folyamat, hanem U20 bajnokcsapat, és akkor ő már az NB1 élmezényébe kell, hogy tartozzon, mert ott sokkal többet fog fejlődni gondolata szerint, mint egy Aramisnál, vagy egy kisebb csapatnál, és hát a pénz azért az szabad lé, 18-19 éves, kibújtam anyukám szoknyája alól, és akkor én már megmutatom. Addig meg anyukája ide vitte, oda vitte, és még edzésre vitte, és még boxedzésre, és még valahova elvitte, és az orvos, és az, és kilőtt, és a hólyka, már nagymenő vagyok, én már nem hallgatok senkire, nem kell az edzőknek a véleménye, mert én tudom, nem kell a szüleim véleménye, már tudom. Aztán valakinek összejön, valaki meg mondhatom azt, hogy pofára esik. És akkor meg kell elégedni, hogy mégse az van, ami. De ami kezd szűkülni és higulni a játékosoknak a tudása, az akarata és az odafigyelése, akkor addig sajnos, és öregszik a mezőny, nagyon nagy a szakadék. Vannak a 28-30 évesek, és utána jönnek már a 20-21 évesek, akik nem másszák meg a létrát. Ugye szokták mondani, hogy a ranglétrát megjárod, és akkor oda kerülhetsz, hanem már úgy érzik, hogy már ott már tudnak bizonyítani. De sajnos még nem. A mi időnkben, ami a ti időtök is egyúttal, hiszen nagyjából egyidősek vagyunk, még volt egy olyan, hogy amikor mi fiatalok voltunk, akkor vittük a szódát az öregeknek, meg ha kellett, akkor adott esetben még a cipőjüket is megpucoltuk egy kicsit. Megvan még ez a hierarchia, vagy ma már ez nem jellemző az öltözőkben? Hát csak a magaméről tudok, de azért beszélgetünk csapatvezetőkről, már nem igazán. Tehát már nem az van, sőt a saját dolgaikra se figyelnek oda. Mert visszacsatolom ideig mindent az anyukáját csinált, meg mindent az, és a saját dolgát is elhagyja. Szomorú ezt kimondani, de sajnos én úgy gondolom, hogy ez a tapasztalat. Nagyon oda kell figyelni egyre jobban, hogy rendben legyenek. A fiatal azt csinálja, amit annó mi, ugye zokszó nélkül, mert ha nem köszönti az öltözőbe, akkor azt hiszem páros lábbal mehettél oldalra. Vagy ha nem adtad meg a tiszteletet, akkor ugye biztos vagyok benne, hogy nem lett belőle semmi. Most visszacsatolva az előző gondolatra, sajnos még anyuka meg apuka viszi hozzá és alá tesz mindent addig, azt utána úgy gondolja, hogy ő a világ. Pedig azért érdekes ez, mert ugye a magyar futszál azért folyamatosan fejlődik és jobb eredményeket ér el. Tehát az ember azt gondolná, hogy a mai fiatalok, mármint mondjuk Németországban, csak egy országot mondjak, ott bekerülnek egy rendszerbe és
szívvel, lélekkel dolgoznak azért, hogy egyszer majd nagy sztárok legyenek, és sok pénzt keressenek. Ez így van, tehát azért vannak, tehát ugye azért kezdtem, hogy sajnos inkább most már erre felmegyünk, de össze lehet válogatni, meg vannak, tehát nálunk is most is vannak 17-18 évesek, akik kopogtatnak, és remélem meg is tartják, mert a szülői háttér megvan, az akarat megvan, akár már nagypályát egy kicsit hanyagolja is, mert úgy látja, hogy ebbe korosztályos válogatott volt, érzi a bizalmat a válogatottnál is, a klubnál is, és elfogadják az idősebb játékosok, ami a nagyon nagy dolog, hogy be tudják venni, nem rontja el a játékot most ezt időzőjelben, mert még ugye most került föl, még nem olyan erős, nem olyan dinamikus, lassabban gondolkodik, de vannak olyan játékosok, tehát hál' Isten, tehát azért összevetve csapatokat, hál' Isten vannak, ahol be is építik, ott is vannak szerintem ezek a problémák, ahogy hallogatom, de azért növögetnek, mint ahogy mi is. Most egy kicsit úgy elkeseredettebben mondom ezt, de nem adjuk föl, és mi is csak arra megyünk, hogy fiatalok, menjenek, de öregek nélkül nem nagyon működik a tapasztalatot átadni, a figyelmet, mire figyelj, honnan, merről támad, miért úgy támad, és ez nagyon fontos. Tehát a Csikók mellé mondjuk legalább egy Büki Baltazár kell a pályára, aki már tudja, hogy mitől döglik a légy. Igen, Büki Baltazár nagyon kell, Bognár Bence, többiek, Komára, mi mondhatnánk még egy-két, most már azt kell mondani, hogy idáig róluk beszéltünk, hogy a nagy fiatalok. Hát sajnos már 28 évesek, még fiatalok, de azért elment az idő, és azért mondta, hogy nagy a szakadék. Tehát vannak a 28 évesek, és vannak a 20 és 21 évesek. És én azt gondolom, hogy ott valami űr keletkezett, nincs a köztes játékos az a... Hát elvitt a nagypálya, úgymond, mert ott is bekerült a rendszerbe ugye a fiatalitás. Hogy játszottak, vagy nem játszottak, az egy dolog, az mindig a nagypályás vezetőkre tartozik, de ott is kellett, hogy legyen fiatal, ha megsérül, akkor legyen kit berakni. És hát mindenki nagypályás labdarúgó szeretne lenni, és nagyon jó pénzt keresni belőle. És itt érzem ezt a 28 és 21 év közötti űrt, hogy hova lettek a fiatalok, hol, mint ahogy a válogatottba is. Tehát nem véletlen, hogy vannak a Drodzoliék, vannak a Rábliániék, vannak a nagyöregek. Nagyöregek, vannak a Fekete, 23 éves, Fekete Márkról beszélek, aki innen ment el, ugye Kecskemétre és válogatott lett, de még nem meghatározó, de már próbál oda kerülni. Csak kevesen vannak. Vagy Pál Patrikó beszéljek, ő se egy öreg játékos már. És ő is itt nevelkedett nálunk. És ahhoz csatlakoznak ezek a szintű játékosok, akik talán később kezdték el a futszát, vagy nem raktok bele annyi energiát, és ennek köszönhetően mondom, nagy az űr. Ha már a nagypályát említetted, azért gondolom egy picit a te szíved is büszke arra, hogy például az a Sajbán Miklós, aki éveken keresztül az Aramisban rúgta a labdát, most például az NB1-ben néhány héttel ezelőtt a forduló játékosa lett. Hát egyértelmű. Beszéltem is vele, úgyhogy várom tőle az allergiaszi mezét, amit kirakhatok az Aramis csarnokba. Gratuláltam neki, beszéltünk egy pár szót, mert azért általában az ilyen hát büszkeségekkel azért csak beszél, ha nem is minden héten, de valakivel havonta azért. Itt hozzáteszem a Vida Krisztofert, a Sajbánt, a Nagy Ádit, tehát velük azért tartjuk a kapcsolatot, és jó velük beszélni, mert tényleg azt mondják, hogy jó érzés, hogy itt lehettek. És most már fiataloknál is van, hogy nevelkedett MTK, Kelen, Aramis, és ennek köszönhetően ő úgy össze lett rakva a gyerek, és úgy fel tudtuk készíteni, és a futszál is segített neki, hál' Isten, és az MTK U17-es meghatározó játékosa lett, most vitték oda a nyáron, vagy a télen, bocsánat, és még jön, ha engedik, meg van beszél az edzővel, akkor még azért érzi, hogy itt a futszában jobban ki tud nyílni, tud segíteni, mert szereti ezt a játékot. És ezekből az emberekből, úgymond játékosokból, az ilyen hozzáállású gyerekekből lehetnek olyan játékosok, akiket később
remélem valahol újból szurkoltunk valami egybe egyes klubnál. Hát ha már Nagy Ádámot említetted, ugye ő már nem is az első Európa-bajnokságára készül, és milyen furcsa, hogy annak idején itt rohangászott ilyen kis cingár, vékony lábú kis gyerekként. Igen, igen, igen. És tehát azért figyelik a játékosok, most jó, mindenki Szoboszlai szeretne lenni, ő a tényleg egy nagyon értékes fiatalemberről beszélünk. Nagy Ádám, Vida Krisztófer, mindig őket említem, ugye Gera Dani, azért megizlelgették, csak vittük jobbra-balra őket, Sajbán, Mátéjék, a Miki is ugye MB2-ben, most MB3-ban van újra. Tehát mindenkinek azért elég jó hátteret ad. És itt ragadom meg az alkalmat, hogy küldött közgyűlésen voltam az MLS-nél, és hát Csányi úr, hát nem is tudom, 20 év alatt nem hallottam ennyit a futszált az MLS székházba. És nem egyszer, nem kétszer is benne volt a mondantójában, hogy igenis büszkék lehetünk arra, hogy van futszálunk is, és úgy gondolná, és erősíti a nagypályás akadémiákat, hogy bármi, hogy vegyék be a futszálképzést, mert mint ahogy elmondta, 10-15 méteres területen, 5 méteres területen mennek a gyors passzok, és abból vannak irányváltások, és abból, és hogy ezt próbáljuk meg kiaknázni, mert vannak edzőképzések, vannak edzők, vannak szakemberek, megfelelő válogatott edzés, edzők vannak, úgyhogy ennek így megmondom őszintén, hogy nagyon boldog voltam, és örültem, hogy aztán még, hogy tudjuk, mint futszálosok, mi ezt még jobban átvinni a nagypálya és a futszál barátságát, az majd egy 5 év múlva talán meg tudom mondani. Még egy dolog, és miután egy kicsit ilyen szomorkásra sikeredett ez a beszélgetés a mai napon, én azért azt mondom, hogy egy olyan csapat első embere vagy, amelyik egy kisváros csapata, és ott tudott idén is maradni a Magyar Nemzeti Bajnokság legfelsőbb osztályában, az NB1-ben, és vannak olyan utánpótlás csapataitok, amelyik a bajnoki címért vetekednek, úgyhogy szerintem azért egy mosoly belefér itt a végén. Mindenképpen ugye azt kell mondani, hogy kevesebb, hál' Isten ez, csak eddig nem voltunk hozzászokva. Tehát aki megjelent az Aramisba, azt mertünk ajánlani nagypályára, valamiért ez megváltozott. Ezek az emberek majd kinövik, vagy a rendszer kirakja, és akkor majd lesznek ott, ahol lesznek, de mi mindig arra készülünk, hogy akik ebbe beleállnak, és ennek örülünk, és ezért csináljuk ezt az egészet, mert jó felnézni egy ilyen nagyon meghatározó NB1-es Sajbára, Vidára, Nagy Ádira, és a többire, akik még itt megmozdulnak, és most már korosztályos, U15-ös válogatott, U17-es válogatott, külföldön van, most nem sorolom megint, mert mindig csak ismételni magam, és mindig ők jó érzések gondolnak az Aramisra. És ez már elég, és ezért mi csináljuk, és ezért vagyunk boldogok. Na, ez az a mosoly, amivel most megköszönöm neked a beszélgetést, gyere máskor is hozzánk. A kedves nézőknek pedig megköszönöm megtisztelő figyelmüket, Zitzerrel legközelebb egy hónap múlva jelentkezem, de addig is nézzék közvetítéseinket, mindjárt jövő héten kétszer is az Aramis, de előtte most pénteken még láthatnak majd egy NB1-B-s férfi kézilabda meccseket is, ugye a Budai Farkasok csapata, amely Budaörsváros csapata. Őket fogjuk adni. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!